Sziasztok! Újabb résznél tartunk, és ahogy ugye a cím is mondja, sikerült új lendületet vennem, ugyanis az előző részben, ahogy a el leírtam, elmondtam, eléggé befordulós időszakon voltam túl, és, és ezt nagyon jól át tudtam lendíteni, ugyanis a, a pesti Legutolsó találkozásom Gabóval az nagyon jól sikerült, illetve ezek az előkerített erőtartalékok és a rengeteg támogatás, amit a barátaimtól és a terembe járó vendégektől kapok, ez nagyon-nagyon sokat segített nekem, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. A pesti találkozásról igazából annyit, ezekről felvételt nem tudok sajnos mutatni, én könyörgök Gabónak, hogy pár felvételt had rakjak ki, de olyankor mindig azt a választ kapom, hogy elég az, hogyha képeken mutatjuk meg azt, hogy jelenleg hogy állunk, ugyanis ha a mozgásomon keresztül mutatnánk meg a formát, akkor az már nagyon nagy segítség lenne mindenkinek, akivel szemben én majd a versenyen meg kell, hogy küzdjek, akivel szembe kell, hogy álljak. Úgyhogy szóval a lényeg az az, hogy a pesti látogatásom során hát Gabó az, az nagyon elégedett volt, és ezt a júniusi imba készülést, ezt eltoltuk előrébb, és a badisportkupa lesz az első versenyem, ami tegnaphoz számítva kettő hét múlva lesz. Ez egy csodás vasárnapi nap lesz, és addig még rengeteg munkám van, ugyanis a pózolást azt nagyon kell gyakorolnom, most már a szabad pózt is elkezdtük gyakorolni, még a zene az, amit ki kell választanom, ez még kérdéses, hogy mi lesz. Én nagyon szeretném a tavalyi évben használt zenémet használni, ezt majd megpróbálom valahogyan ide bevágni, és a pózoláson túl igazából kiderült, hogy vannak olyan apró problémák, amiket ki lehet javítani nálam, és most itt arra gondolok, hogy például ezt az Instagram posztomban is ugye, leírtam, hogy be volt csúszva a combcsontom, úgyhogy most az utolsó két hétben próbálok majd többet foglalkozni azzal a részével az edzésnek, hogy kihengereljem magam, megfelelően lenyújtsak, és felkeresem Bálint Sándor masszőrömet, hogy egy picit ő is rakjon helyre. Ugyanis az összecsúszott test az egy teljesen más képet ad, mint hogyha minden rendben van strukturálisan. De ami még fontosabb, ugye a pózolás, hogy megint csak ezt hangsúlyozzam, az mindenek felett áll, ugyanis ha simán meg tudom a pózolást oldani, akkor azon helyezések múlhatnak. Úgyhogy én nagyon szeretnék jó eredményt elérni, ennek érdekében pedig azon túl, hogy már elnézést, hogy így mondom, de a szart is kiedzem magamból, a pózolást is itthon elkezdem gyakorolni, próbálom azokat az apró finomságokat a gabó intelmei alapján betartani, amit szükségszerű, mert a pózolás az, az a minden jelenleg, azt kell gyakorolnom, és, és be kell gyakorolnom a lehető legjobb módját annak, hogy a fizikumot tudjam prezentálni, ugyanis a badisportkupa egy sokkal-sokkal keményebb mezőny lesz, és sokkal-sokkal keményebb ellenfeleket várok oda, mert hát ugye én igaz, hogy naturál módon készülök, de a badi sportkupa az egy más liga, és erről ennyit. A szürkeségből még egy dolog tudott nagyon jól kizökkenteni, az pedig az orvosi egyetemen a Nira 33 által megrendezett hamburgerevő verseny volt, ez az FN nevű ö, ilyen egyetemi napoknak a keretein belül történt, ez a verseny. Itt igazából 5 darab 4,5 kilós Godzilla burgert kellett elfogyasztani öt csapatnak, és aki nyer, az a nirában egy kisebb utalványjal lesz gazdagabb. Ö, maga a hangulat az nagyon sok energiát adott, nagyon örültem annak, hogy rengeteg ember között vagyok, nagyon szeretek külföldi ö, hangokat hallani, hogy hogy angolul beszélnek körülöttem az emberek, ugye nekem is van jó pár külföldi vendégem, és ö, örültem, hogy, hogy ezek az emberek újra láthatnak engem a termen kívül, de aminek még jobban örültem, hogy láthattam ezt a rengeteg finomságot, a csípős szósz, a házi szósz amit ugye készítenek a Zoliék itt a Nirában. Ö, velük már korábban találkoztam, mert ugye amellett, hogy a Godzilla-nak én voltam a tesztelője, és én egy egymagam elfogyasztottam a felét, a győztes csapat egyébként 10 perc alatt nyerte meg ezt a versenyt. Amellett még az előző éttermükben, az oceans én nyertem meg egyedül a Predator Steak evő versenyt. Arról van egy rövidebb videó az Instagramomon. Maga a verseny az igazából úgy nézett ki, hogy aki a leggyorsabban megeszi, ugye az nyer. A csapatok nagyon küzdöttek, de amint beütött a csípős szósz, azonnal rögtön mindenki belassult. Maga a kenyér is nagyon ö, tömény volt, és ez nekem egy nagyon nagy motivációt adott, hogy ellessem azt, hogy ki mit csinál rosszul, ugyanis ha lemegy a badisportkupa, Kupa, elvileg utána nekem is lesz egy falt fel evő versenyem, ugye tavaly már a falt fel evő versenyt azt megnyertem, oda-vissza keresztbe kasul, és idén sem más a célom, mint hogy megvédjem a címem. Tehát ezt egy aféle időzített csalásnak is be lehet tudni. Remélem, hogy a badisportkupa Kupa után ez a verseny a FATFEL Kupa első fordulója után a döntőig is el tudok jutni. Ebben sem szeretnék szégyent vallani, mert ha már valamit csinálok, akkor próbálom azt a lehető legmagasabb szinten, tehát tőlem tehetően a lehető legjobb minőségben elvégezni. Ezzel kapcsolatban többen megkérdeztek, hogy azt látják, hogy egy testépítő versenyre hogyan készülök, de azt nem tudják, hogy egy evős versenyre hogyan lehet készülni. Én a legtöbb esetben az evőversenyek előtt mindig nézek videókat, hogy más nagyon gyorsan evő emberek hogyan szokták csinálni. Plusz én a verseny előtti napokban nagyon megemelem a folyadékbevitelt, hogy gyomrom az ki tudjon tágulni, és nekem igazából ez a technikám. azzal kapcsolatban is rengeteg kérdést kaptam, hogy milyen kiegészítőket használok, és minden alkalommal próbálom az embereknek ezt elmondani, hogy erről annyira nem beszélhetek, mert a Gabó felé aláírt titoktartási szerződés kötelez, de semmi csoda nincs a dolgokban. Annyit megmondhatok, hogy tehát ami kifejezetten a diétát támogatja, tehát zsírégető készítményt, azt Igazából Gabó azt mondta, hogy nem kell használni, mert maga az étrend, maga az edzésem intenzitása, és az alapanyag, tehát jó magam Ez egy olyan csomagot alkot, hogy erre nincsen szükség. Aki azonban nehezebben ö, tud súlyt veszteni, azoknak én mindig szoktam javasolni, hogy. Ha a vérnyomás bírja, akkor termogén zsírégetőt érdemes napközbenre, edzés előttre használni, de tényleg az egész versenykészülés az nem arról szól nekem, hogy kapkodom be a bogyókat, iszom a porokat, hanem arról szól, hogy kidolgozom a belem is, és a lehető legfegyelmezettebben próbálom a kaját is tartani, és ahogy látjátok, ez egész jól sikerül. Jó, volt, jó volt, szép. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ha valaki diétázik, akkor az ismétlés számokat drasztikusan meg kell emelni, és a súlyt pedig nagyon le kell csökkenteni. Minden szuperszedbe, triszetbe, biszetbe, quaczetbe, óriászetbe kell párosítani, mert akkor még intenzívebb az edzés. De én inkább azt mondom, hogy Érdemes azon gondolkodni, hogy ha valaki fogyni akar, akkor nem taktikusabb inkább magasabb volumenen dolgozni, és hagyni azt, hogy a szervezet a nagyobb edzésből adódóan próbáljon még több energiát arra fordítani, hogy magát az edzést azt tudja kezelni, és a regenerációra még több energiát fordítson a test. Tehát, hogy magát a, a, az utóégető hatást, erről lehet, hogy már olvastatok, nagyon sok érdekes cikk van erről, hogy, hogy, hogy az utóégetés az, az mekkora kalória is a szervezetnek így igény szempontjából. Én azt mondom, hogy az nagy súly az nyugodtan maradhat, amennyi a csövön kifér, persze nem kell sérülés határig elmenni. A legfontosabb tényleg, hogy ha azt érzitek, hogy az izomzatotok bírja, diét alatt is, hogy nagy súlya ledzetek, akkor nyomjátok csak bátran, mert abból baj még nem született, hogyha valaki nagy súlya ledz, mindaddig, amíg tényleg értelmes határokon belül mozgatja azt. A további edzéseimet is igazából ebben a szisztémában próbálom követni, hogy a lehető legnagyobb súlyokat használom, a lehető legjobb izomérzet érdekében. Persze van, hogy egy-egy dropsettet, ahogy itt látjátok most is, bevállalok, de ez csak azért kell, mert, mert egyszerűen szeretem magát, azt a beduranós érzést. Ez magában az edzés nincs benne, ezt én így kiegészítésképpen rakom néha hozzá. Nagyon jó lesik azt érezni, hogyha olyan napon van éppen, amikor több szénhidráta tehetek, hogy ö, egyszerűen te be van durranva, szét van feszülve az izom, és, és élvezem. De ami még nagyobb élvezettel tölt el, hogy egy régi problémámat tudtam orvosolni: az, hogy fejlődik a hasfalam, és, és látom azt, hogy van hasizmom. Ez nekem azért érdekes, mert szerintem a tavalyi versenyen az egyik ahilles sarkam volt, a pózolás teljes mértékű hiányán túl, hogy nem volt középrészem. Mert hát a verseny előtt pár héttel kezdtem csak el hasazni, most viszont. Azért előbb nekiálltam, és próbálom a lehető legkoncentráltabban a lehető legtöbb ismétlést elvégezni. A gyakorlatokat tényleg az alapgyakorlatokra próbálom a hangsúlyt fektetni, mert minél inkább ezeket a klasszikus testépítő gyakorlatokat végzi az ember, akár plusz súlyjal, akár lassítva, akár plusz súly, aztán pedig hozzáteszünk még szabad súlyos verziót, szerintem ezek így a leghatékonyabbak. Jók a csillivilli gépek, szeretem őket, használom is őket néha, de ha ez nem adott nálatok egy edzőteremben, én azt mondom, hogy ugyanúgy le lehet edzeni, és ugyanúgy nagyon jó izomérzettel, nagyon jó bedurranással lehet az edzés végén elmenni az öltözőbe és megragadni a fehégyetúrmixotokat. Egy újabb fontos kérdés még a végére, hogy mit várok vajon a versenytől. Én szeretnék jó helyezést elérni, de én magamat szeretném felülmúlni a tavalyi formámat, és szeretném azt érezni, hogy tényleg idén is megtettem mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobb formát tudjam a színpadra hozni, és ez nekem, ahogyan ezt én már talán mondtam egy előző videóban is, ez egy jó referencia és egy jó hobbi, de nem tervezem azt, hogy én profitestépítő legyek, mert Magyarországon azért jóval több ember van, aki, aki nálam ebben a sportban tehetségesebb, és én szerintem, én nekem ez tényleg csak egy kis szabadidő elfoglaltságnak maximálisan megfelel, illetve hát egy aféle életstílusnak is, hogy szeretek egészségesen élni, és szeretek ezzel foglalkozni, mert nekem ez egy olyan dolog, hogy szeretem, amit csinálok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. El kell most köszönnöm, mert lassan odaég a csirkém. Hamarosan újabb videóval szolgálhatok. Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, azt, hogy támogattok, azt, hogy segítitek a munkám egy-egy jó szóval. Ha még egyéb infóra vagytok kíváncsiak iratkozzatok fel a csatornára, meg tudjátok nézni a régi videókat, de a Facebookon és az Instagramon is tudjátok követni, hogy éppen hogy állok. Sziasztok!